Szia, Béres Alexandra vagyok. Remélem sikerül meggyőznöm téged, hogy ne csak végignézd, hanem végig is tornázd a gyakorlatsort. A bemelegítés után ezúttal egy olyan edzésprogramot dolgoztam ki, amely nem engedi, hogy ingadozzon a pulzusod. Ezáltal megpróbálok végig a zsírégető tartományban tartani, hogy még hatásosabb legyen az edzés. Ezt úgy tudjuk elérni, hogy a hasizom gyakorlatig le sem tesszük a súlyzót. Így aztán egyszerre kettő dologra kell figyelned, egyrészt a súlyzó útjára, másrészt a megdolgoztatandó izomcsoportra. Ez a kettő az egyben edzés terv segít abban, hogy a végén kellemesen elfáradj, majd átalakulj. De ne ijedj meg, ez a gyakorlatsor is könnyen követhető lesz, mint az eddigi mozgás programjaim. Hogy ne beszéljek annyit, hanem inkább a mozgásé legyen a főszerep, vegyél a kezedbe egy pár súlyzót, az enyémben egy kilogrammos van, ez teljesen elegendő, és kezdjünk neki. Meglátod, menni fog. Álljunk széles terpeszállásba, és rögtön fogjuk meg a súlyzónkat. Hajlítsuk a térdünket, nagy levegő, fönt nyújtsuk. Jó, fújjuk ki. Na még egyszer, hajlítva kezdjük, nagy levegő. Jó, nyújtsuk, fújjuk ki. Helyezzük a csípőnkre a súlyzót, és menjünk fel magas lábújhegyre, közben hajlítsuk a térdünket. Fönt, 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 ez az, most húzzuk föl a vállunkat, és le. Fönt, és lent. Magasan, jó, gurítsuk át elől a fejünket, csak elől, és vissza. Na még egyszer, elől. Jó, és most körözzünk előre. Magasan körözzünk, húzzuk fel, onnan fordítsuk rá. Jó, és most vissza, ugyanez. Hátra kör, és kör. Na még egyszer, tegyük vissza a súlyzót a csípőnkre, és két lábbal menjünk fel magas lábújhegyre. Fönt, fönt. Fönt, és most újra váltva. Egyik, másik. Váltjuk, váltjuk. Ez az. Mehet megint kettővel egyszerre. És fönt, fönt. Ezzel adunk nagyobb terhelést, egy picikét lefelé toljuk a lábunkat. Újra mehet váltva. Nagyon jó. Még egy-egy. Jó. Helyezzük a súlyzót a lábunkra, toljuk lefelé, és így menjünk fel magasra. Fönt, fönt. Mehet a másik. Tegyük rá a súlyzót, toljuk lefelé a combunkat, és fönt, fönt, jó, csak simán hintázzunk, hintázzunk, tartsuk a súlyzót, tartsuk, jó, és most mindig emeljük oldalra, oldal, oldal, amerre megyünk, arra emeljük, nagyon jó, tovább, emeljük, emeljük, figyeljünk arra, hogy pont középen állítsuk meg. Jó, álljunk meg középen, engedjük le, és húzzuk vissza. Engedjük, dolgozik a derekunk. Jó, és most mélyebben hajlítsuk a térdet. Engedjük, és lent. És lent. Na még kettő, kettő. Engedjük, és engedjük. Ez az. Jó, és előre. Messze, és a másikkal. Mindig fordítsuk a törzset. És fordítsuk. Na még egy picike, elől. Jó, még egy-egy, és elől, és mehet megint a hinta, és simán hinta. Lógassuk a súlyzót lazán, és hinta. Helyezzük a lábunkra, emeljük oldalra fönt, és fönt még egyszer, mehet a másik láb, és fönt. Feszítsük a lábunkat, feszítsük a térdünket, nyújtott legyen. Jó, mehet a hinta. Lazán tartjuk a súlyzót. Ez az. Lazán, húzzuk föl a vállunkhoz, és üssünk, messze, messze, mindig keresztbe. Fordul a törzs, kereszt, kereszt, messze, ez az, húzzuk, húzzuk, fordítsuk a törzset csak középen, súlyzóval, súlyzóval. Ez az, tovább, tartsuk behúzva a hasat. Toljuk fölfelé a súlyzónkat, oldalt tartsuk meg, menjünk mélyebbre, helyezzük a térdünkre. Menjünk fel magas lábújhegyre, próbáljuk megtartani az egyensúlyt, feszítsük a popsinkat, akkor menni fog még négyszer, fönt és lent, fönt és fönt. Jó, forduljunk át haránterpeszállásba, emeljük előre a súlyzót, és emeljük meg a sarkunkat. Fönt, még négyszer, fönt, és még kettő, még egy. Jó, engedjük le a kart, emeljük hátra a lábat. Tartsuk csak lent a karunkat. Jó, és most emeljük fel a kart. Tartsuk meg. Hátra megy a láb, dolgozik a farizom, és megyünk a másik oldalra. Emeljük. Fönt, lent.
Emelkedik a sarok, dolgozik a váll és dolgozik a karunk, illetve a vállunk. Fönt, főként a vállunk előső része még egyszer. Kélen takar, emeljük a lábat. Tartsuk a derekunkat, farizom feszül. Fönt a kar, így is van még négyünk. Jó, még kettő. Na, még egy. Helyezzük a lábunkra a súlyzót, és menjünk fel magasra. Fönt. Fönt, amíg van belőle 12-ünk. Tóljuk lefelé. Végig maradunk hajlított lábbal, még 8. Jó, már csak 6. Fönt. És még 4. 3. Még 2-2, után beszorítjuk a csípőhajlatunkba, és lemegyünk guggoló támaszba. És így megyünk föl, és vissza. Föl, és föl. Nagyon jó, még 4. Fönt. 4 után gyorsítunk, és ez lesz a legvége. Fönt. Jó, és mostantól csak gyorsan. És fönt, és fönt. Fönt, fönt. 32-ünk van gyorsan. Meg van belőle 8, ne hagyjuk abba, próbáljuk végig. Fönt. Nagyon jó, már csak 16, és fönt. 14, 12, és 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, már csak 2, 1. Jó, fogjuk meg a súlyzót először. Nagyon lassan nyújtsuk a térdünket. Engedjük le a súlyzót a földig, sétáljunk vele előre, és szorítsuk le először az egyik sarkunkat, dőljünk előre. Most a másikat, dőljünk előre. Jó, sétáljunk vissza hajlított térddel, lépjünk föl a térdünkre, húzzuk föl a hátunkat, és lassan emelkedjünk, emeljük oldalra a súlyzót, álljunk széles terpeszállásba, és menjünk le mélyen, és föl. És lent, tovább, lent, fölfelé tartjuk a súlyzót. Nagyon jó, húzzuk be a vállunkhoz. Jó, amikor lemegyünk, föltoljuk. És lent. És lent. Még négyszer ugyanígy, lent. Na, még kettő. Oké, váltva is lent rugózunk. Rugó, rugó. Csak a rugó, és közben megy fölfelé a kar. Jó, még 8. Még 4, 3, 2, 1. Emeljük előre a súlyzót, és tartsuk meg magunkat. Jó, fogjuk meg, és mint hogyha egy kocsi kerék lenne, forduljunk el oldalra, hajoljunk oldalra, és húzzuk vissza. Ez azt, tartsuk magunkat másik oldalra. Nagyon jó, húzzuk vissza, tartsuk meg, húzzuk be, engedjük oldalra, menjünk mélyebbre, és emeljük föl, forduljunk oldalra, lóg a súlyzó, sima kitörés. Megy le a térd, és lent, és fordulunk, másik oldal. Mélyen, mélyen, mélyen. Oké, még egyszer, és most megy előre a kar. Előre, előre, és fordulunk a másik oldalra. És lent, lent, lent. Folytatjuk rugókkal. Csak rugózunk, lóg lefelé a kar. Lazán. Jó, a második 8-asnál húzzuk föl, föl, föl. Dolgozik a biceps. Még egy, és váltunk. Lóg lefelé, lent. Csak lóg. Lazán. Tartsuk magunkat egyenesen, és megy a kar. Egyik, másik. Váltunk, váltunk. Fönt, fönt. Közép, lent és fönt. Helyezzük ide a csípőnkre. Menjünk jó mélyre. Jó, és most menjünk egészen le. Helyezzük ide a súlyzót, nagyon lassan, óvatosan próbáljuk elengedni, tartsuk meg, maradjunk, emeljük a karunkat, és fogjuk meg. És menjünk le, és föl, pici pihenő, és lent, na még négyszer, lent, jó, még kettő, kettő után az ellentétes kezünket előre nyújtjuk, míg a másik lábat hajlítjuk, és mélyen lemegyünk, mélyen, lent, mélyen, ez az, lent, és lent. Oké, megint kitörés, sima 4, lent, és lent, még egy. Jó, most nyújtsuk a hátulévőt, hajlítsuk az előlévőt, húzzuk a karunkat, és nyújtsuk messze. Dolgozik a hátizom is, és nyújtsuk messze, tovább, húzzuk, és nyújtsuk,
Húzzuk. Még négyszer. Húzzuk. Előlévő lábunk hajlítva. Húzzuk. Még kettő. És lent. És fönt. És lent. És fönt. Forduljunk át a másik oldalra, engedjük le a súlyzót, lógassuk le, sima négy kitöréssel folytatjuk. Mehet is, és lent, és lent, lent. Jó, hajlítsuk az előlévő lábunkat, emeljük, és húzzuk, és húzzuk. És így tovább, húzzuk, húzzuk. Hát dolgozik. Még négy, húzzuk. Na, még kétszer. Még egyet csinálunk belőle. Jó, közép. Lent és fönt. És lent és fönt. Lent. Tartsuk hátul a vállunkat. Egészen mélyen. Jó, most lemegyünk. És oldalra felemeljük utána a lábunkat. Lent és fölemeljük. Lent, másik. Lent. Jó, mostantól próbáljunk arra figyelni, kifelé forgassuk a lábunkat. Az emeléseknél. Most csak egyik lábbal 8. Lent, fönt, lent, és lent. Na, még 4. 3, guggoljunk bele. 2, és még 1. Oké, másik, és lent, fönt, lent, lent. Még 4. 3, még 2, még 1. Jó, és jön a pihenőnk, csak le és föl, lent. És lent. Lazán-lazán pihenünk. Még négyszer. Mélyen. Na, még 2. Jó. Fordítsuk előre a lábfejünket. Picit zárjuk a lábunkat. És dőljünk előre. Próbáljuk a hátunkat egyenesen tartani. Maradjunk itt. Ha megy, helyezzük a súlyzót a hátunkra. Érezzük, hogy egyenesen van. Akkor elengedhetjük. Emeljük magas tartásba a karunkat. Maradjunk, próbáljuk tartani. Engedjük le a kart. Ez az oldalra. És fogjuk meg a súlyzót. Rugózunk. Lent. Lent. Egészen mélyen. Jó, még egy picike. Már csak 4. Már csak 2. Jó, átmegyünk egyik oldalra. És a másikra. Átmegyünk. És átmegyünk. Mélyen, mélyen, mélyen. Jó, maradjunk itt, csak ez a láb hajlik. Lent, lent. Még 4. És a másik. Ezen van a testsúly. Mélyebbre menjünk, egészen mélyre. És középen, középen. Na, még egy picike. Utolsó 8. És 7. 6. Már csak 4. Már csak 2. Jó, közép. Lent és fönt. Pihenő. Mélyen. És mélyen. Jó, és pihenésként átlépünk csak az egyik lábunkra, és keresztbe tesszük a másikat. Megpróbáljuk megtartani az egyensúlyt. Keresztbe tesszük. Jó. Oldalt a kéz. Most csak arra figyeljünk, hogy egyenes legyen a törzsünk, és akkor meg tudunk állni egy helyben. Fönt. És fönt. Megyünk előre. Előre, vissza, és előre, és vissza. Toljuk fölfelé. Fönt, és fönt, és fönt. És most váltva, ez még nehezebb. Nehezebb megtartani az egyensúlyt. Fönt, fönt, tovább, fönt. Nagyon jó, még 2, még 1. Lépjünk át a másik oldalra. Lépjünk át, lógjon lent a karunk. Tartsuk ezt a helyzetet, próbáljuk megtalálni az egyensúlyt. Oldalra indulunk. Oldalra és előre. Előre. Megyünk fölfelé. Fönt. És fönt. Nagyon jó. Nem baj, hogyha inog a lábunk alul. Legalább egy picit dolgoznak a tartóizmok a talpunkban. Jó, mehet váltva. És egyik, másik. Váltunk, váltunk. Fönt, fönt, fönt. Na, még egy picit. Ez az, már csak 2, és 1, középen, csak lent és fönt, pihi, és lent, és lent, lehet tovább, lent, lent, oké, megyünk kitörésbe, 4 darab,
lent. Mélyen térdünkre figyeljünk, menjen a földig. Hajlítsuk az előlévőt, emeljük előre a karunkat, és engedjük le. Emeljük, és egészen hátra le. Még kétszer fönt, és hátra lent. És fönt, és hátra lent. Hajlítsuk, nyújtsuk hátra. Nyújtsuk. Nyújtsuk. Jó, picit dőljünk rá előre törzsel. Maradjunk elől hajlított lábbal. Hátul nyújtott. Még négy, hátul, még kettő, és egyes fordulunk, másik oldal, sima kitörés, lent, és lent, kettő. Oké, emeljük a súlyzót, először előre, és most hátra, előre, hátra, ne lendítsük, emeljük, emeljük, egészen nyújtott a hátunk. Jó, hallítsuk be, és nyújtsuk hátra. Picit dőljünk előre törzsel is, elől hajlított a láb, tovább, hátul, és hátul, hátul, na még, hátul, jó, még egy, közép, oldalt a kéz, lent és fönn, és lent, és még egy, rugozunk mélyen, elől keresztezünk, csak kereszt, csak kereszt. Jó, behúzzuk, kiengedjük. Bent, kint. Csípőnk ne mozogjon. Egy helyben behúzott a fenék, és úgy mehet tovább. Elől, és elől, és elől. Jó, megtartjuk. Helyezzük a lábunkra. Tartsuk magunkat egyenesen, és most hajoljunk oldalra. Hajlítsuk a súlyzót, karunkat. És a másikkal súlyzós karunkat hajlítjuk, és vissza. Jó, oldalt a kar, tartsuk meg, menjünk mélyebbre. Ez az, emeljük föl. Tartsuk meg, fordítsuk, engedjük le. Jó, most sima rugó. Lent és följebb. Nem nyújtjuk a térdet, csak picit megyünk följebb. Nagyon megfeszítjük a popsit. Még négy, lent. És még kettő. Na, még egy. Most csak rugó, lefelé, lefelé. Ez az, lent, lent. Na még, lent, ez az, még négy, még kettő, és megint átállunk egy lábra, próbáljuk a másikat keresztbe helyezni, és hajlítsuk az alullévőt, és nyújtsuk. Mostantól nem nyújtjuk, csak lefelé, és csak lefelé, és csak lefelé, és még négyszer, három, kettő, és még egy, oké, másik, helyezzük keresztbe, találjuk meg az egyensúlyt, hallítsuk, és nyújtsuk. Mostantól nem nyújtjuk, csak lefelé. Lent, lent, lent. Rugózunk, rugózunk. Tovább, lent. Ez az, még lehet tovább, kettő. És fönt a súlyzó, széles terpeszállás. Engedjük most kivételesen hátra a csípőt is, és a súlyzót is. Húzzuk vissza, legyen domború a hátunk. Engedjük le. Kitörésben rugózunk. Mehet, lent, lent. 15-ünk van. Próbáljuk egyenesen tartani a hátunkat. Egészen mélyen menjen le a térdünk a föld közelébe. És végig mehet a rugó. És már csak egy. Fordulunk, és lent. 4, 6, meg van 8, na még. Lefelé. Még 3, még 1. Jó, és már csak közé. Lefelé rugózunk, nem nyújtjuk a térdet, fontos. Már nincsen sok, mindjárt megyünk le a földön, úgyhogy próbáljuk végig. Lent. Na még, lefelé, kettő. És tartsuk, elől a súlyzó. Maradunk, tartjuk, húzzuk be. Ez az, emeljük föl. Menjünk mélyebbre. Nagyon jó, tartsuk meg. Menjünk fölfelé és nyújtsuk. Ez az, rázzuk meg a lábunkat. Lent marad a súlyzó, emeljük előre, és nyújtsunk rá, nyújtsuk, hajlítsuk, most itt feszítsük elől, combunk előső része, tehát a kvadriceps feszül, megfeszítjük, és megfeszítjük, nem baj, ha dülöngélünk, próbáljuk tartani az egyensúlyt az alul lévő lábunkkal, még kettő, jó, mehet a másik, rögtön nyújtással kezdünk, kint, és kint, hajlítjuk, nyújtjuk, és nyújtjuk tovább, kint, és kint,
Na még egy. Oké, marad fönt ez a láb. Húzzuk fel a súlyzót, húzzuk oldalra, és vissza előre. És oldalra, és vissza előre. Popsit feszítsük oldalra, és előre még egyszer. És oldalra, jól lelépünk, másik lábat emeljük, és oldalra. És vissza, és oldalra. Egészen próbáljuk kiforgatni, ameddig csak megy. Popsit húzzuk össze, vissza, és húzzuk. Nagyon jó, toljuk föl a súlyzónkat, engedjük le, fogjuk meg a lábujjunkat, húzzuk magunkhoz közel. Jó, emeljük meg a súlyzónkat, és lassan dőljünk előre, tartsuk az egyensúlyt, tartsuk. Jó, húzzuk vissza magunkat. Nagyon jó, másik lábunkat fogjuk meg, lábujjat húzzuk közel, egészen közel a fenekünkhöz, dőljünk előre, és húzzuk vissza magunkat.